Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a Thea The Awakening folytatása. Hova akarunk letelepedni című kérdés? Igazából valahol itt a kaja környékén kéne. Ott kellett volna kempelni. Na mindegy. Hát akkor jöjjön a következő nap, gondolom a monstereink megtámadnak. Nem. Szintet léptünk. Ó, választhatunk. Letrakjuk a kis arcoljunk egyet. Annyira nem teljesen tiszta ez az egész harci buli. Van 12 HP-nk. Tényleg nincs több akciója. Ja, hogy az ott a klónja. Ó, annyira nem oké. Lehet, hogy megszívom, sőt.
oké, meg tudtuk időben ölni, úgyhogy... Komolyabb probléma nélkül megúsztuk. És itt tudunk kaját gyűjteni. Tudunk építeni? Gyakorlatilag végtelenbe mehetünk ezzel. Morál bónusz. Ó, hogy nagyon-nagyon lassan gyógyulgat az a pöcske. Öt fa kell hozzá. Oh. Na hát az egy jó munka lesz, amíg 55 fát összeszedünk. Minek után nem csak egy nap egy-egy adag fa.
Oké. Akkor kezdem végre érteni, hogy hogy kéne. Miből lehetne ez még? Agyag. Építhetünk majd hajót. Az jó pufa. Jó, hát... Akkor egyelőre várjuk, hogy készítsünk cuccokat. Az éjszaka folyamán gyakorlatilag várakozunk. Ó, valaki egy csomó cuccot. Leopold. Oké. Bla bla bla. Freaks, meg sok mindenki más. Próbáljuk meg ezt a dolát. Legyen bármi is. De akkor ezek szerint oda kell császkálnunk. Hát itt nincs semmi nyersanyag. Kaptunk egy kis segítséget. Az hasznos.
Itt lenne mondjuk vas. Nem egy rossz opció, de nincs fa. Pedig fára szükségem van. Oh, hello, már megint. Remek. Íjak, az mondjuk jónak hangzik. Sok-sok íjak. Érdekes kérdés, hogy maradjunk még egy kis vasér. Ez egyébként egy kiváló helyszín lenne, ha lenne fa. Mert így fa nélkül nem túl jó buli. Valahova egyébként megint el kéne menni? Vagy Shadowbone, Topaz, fa meg kaja, azt amit fogunk letelepedni. Oké, két alapanyag, ami még nincs megnyitva. Úgyhogy még nem tudom használni, de nagyon is hasznos lesz majd, ha meg tudjuk nyitni.
tudunk készíteni íjakat. Fa meg fa. Craftsman, guttering. Hát teljesen jó a sima Craftsman bónusz. Elég nehéz lesz, de hát a többitől se lenne könnyebb. Nem a legjobb crafterünk dolgozik, úgy érzem ezen. Ha van egyáltalán legjobb crafter. Remélem nem kéne valahova mennem, amit nem látok. Tűzifa készül egyre több. Az szép és jó. Oh, hello. Valaki. Lett egy új tagunk, ha jól értem. Ami mindig hasznos. És Luba? Besorolása egyenlő egy gyerek. Egy oda is gyereknek számít. És mikor nő meg? Kicsit hasznosabb, ha van egy fegyver a kezébe, mint egy gyenge pajzs. Úgy érzem. Segíts a craftereknek, az hasznosabb. Úgy vélem. Na, valaki fejlődik. Harcos. Crafter gatere.
aki kiváló crafter, 14-es craftsmanship, az kemény. A gyűjtögető segédlet. És ez a minőség, ez mitől is függ pontosan? Ja, az alapanyagoktól. Okay. Remek. Okay. Egyébként a kaja készletünk az nem túl jól áll. Creepy.
szép gathering. Valaki megtámadott. Ez egy 8 HP, kemény. Sokan vannak. Pois. Oké, egy kisebb sérüléssel megúsztuk. Némi XP. Teljesen tiszta.
Ó, találtunk egy adag gyémántot. Akkor elmúlt a betegség. Ah, 20 kör múlva fog felnőni. Valami random cuccot, harcoljunk meg velük. Nem biztos, hogy örülök annak, hogy egy raklappók. De hát rakjunk ki egy íjászt, azzal még rosszul nem jártunk. Disznaj? Hiászpók. Nem vicces. Még egyszer, nem tudott jönni semmivel. Ez valamennyire jó hír. Yikes. Oké. Hát nem biztos, hogy jó, de üssük ki. Inkább, mint hogy ne üssük ki. Mert még jön újra. Sajnos még egyszer tudott jönni. Egy csomó sebzésbe gyűjtöttünk. Hát ez van. Szedtünk némi cuccot, meg csontot.
kaptunk XP-t, mi egyebet, szinteket lépünk. Jobb gyűjtögető. Teljesen tiszta. Méregdobás. Inkább ez, de a legjobb az lenne, ha egyiket sem. De hát nyilván az nem opció. No. Ezt szeretném, gyógyul bőven. Ujjoncunk. No, van felső szint korlát, 20 szint a maximum, amit el lehet érni. Kár. Tehát ez van. No. Oh, hello, nem tudom, mik vagytok. Erősek vagyunk. Azt hiszem. Vagy nem. Nem biztos, hogy jó ötlet volt a szellemi küzdelem. A támadó erőnk nagyon homály ebbe a vonalba, ha jól látom. Fájdalmas lesz, úgy érzem.
nagyon-nagyon gyenge támadás részeimről. Mert a keletnél sokkal jobban szóródik. Mindegy, egyet kiütöttünk. Yikes! Na, kérdés, hogy ez halál részemről, vagy sem. Ugye két karakterem kidőlt. Elvileg megelőzzük őket, és kiütjük mindkettőt. Csomó Shadowbone, spirituálisan megerősödtünk. Ki vagyunk? Fogyva. Ó, az azonnal helyreállt ez a fejt, úgy látom. De lehet, hogy ez csak próba volt úgy is. Úgyhogy... az a Perry, az egy jó képesség. Ez miből származik? Ja, hogy ő gyakorlott. Na hát, kezdünk valahova jutni. Kezdünk. Na, megint visszatérsz?
De azok madarak, nem pedig. Az a baj, fogalmam sincs, hogy hol van a feladat. Küzdjünk meg, és aztán már zárunk ezzel. Hát meglátjuk. Ajjaj! Galád! Oké, baj van. Gyereket támadjam. De miért őt támadja minden támadása? Hát nyavajás. Támadhatta volna a vaddisznót, akinek nincs problémája, de nem. Muszáj volt a gyereket támadnia. Hát félek, hogy ő meghalt. Vagy nem. Úgy néz ki, nem? Az jó hír. No, hát folytatjuk innen legközelebb. Lassú így. Várjuk a következő erőforrást, következő akármi. A topáz lesz nyilván. Azt hiszem itt. A cuccom. Na hát majd meglátjuk. Folytatjuk.